és harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe, és elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta neki, nincs boruk. Mondta neki Jézus, mi közöm nekem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve, a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egyben-egyben 2-3 métrét a fér vala. Amen. Eddig az ige, tess neked foglalni. Isten kegyelméből a délelőtt folyamán elkezdhettük ennek a nagyon szép és tanulságos történetnek a tanulmányozását együtt a gyülekezetben, az Úr Jézusnak a legelső csodáját. Nézzük meg újból ma este, amit Kánában vitt véghez, egy menyegzőn, egy szerény menyegzőn, amikor is a vizet borrá változtatja az Úr Jézus Krisztus, és hogy olvasok itt az igében, jelen volt ezen a menyegzőn az Úr Jézus Krisztus anyja, Mária, aki valószínű már ekkor özvegy lehetett. De nem csak ő volt itt jelen, hanem jelen volt az Úr Jézus Krisztus is egy pár tanítvánnyal. Itt még nem volt mind a 12 tanítvány jelen, nem lehetett jelen, éppen csak egy maroknyi, egy pár tanítvány lehetett jelen ezen a menyegzős istentiszteleten, menyegzős alkalmon. Megnézzük először Máriát, hogyan viszonyul mindahhoz, amit az Úr Jézus Krisztus, az ő fia mond neki, az ő reagálását, az ő hozzáállását, ehhez a finom, de szeretetteljes feddéshez, amit az Úr Jézus Krisztus mond neki, van tőle is bőven, mit tanuljunk. Majd utána megnézzük a kővedrekben levő elhelyezett vizet, ami borrá változik. Lényegében megnézzük azokat a nehézségeket, amik felmerültek ezen a menyegzőn. Mária jó példáját nézzük meg először, mi is történik a történet alapján. Elfogy a bor, mire Mária együtt érezve az ifjú pár gondjával odafordul kedvesen az ő fiához, az Úr Jézus Krisztushoz, és elmondja a problémát, a szükséget, hogy nincs boruk. Ő volt az, Mária, aki elmondja a nehézséget az Úr Jézus Krisztusnak, és ebben nagyon jól jár el Mária. Mit tesz ő? Nagyon bölcsen jár el az Úr Jézus Krisztus anyja. Azt teszi, hogy a nehézséget az Úr Jézus Krisztus előtt kiteríti, elmondja a problémát. És már itt meg kell álljunk és példát venni ettől az asszonytól mindannyiunknak. Ezt kell nekünk is tenni pontosan. Akárhányszor felmerül egy probléma, egy gond, akármilyen szinten, akármivel kapcsolatosan, a legelső dolog, ahogy Mária is reagált, mi is ezt kellene tegyük, és erre tanít minket most itt Isten igéje, elmondani problémánkat, gondunkat az Úr Jézus Krisztusnak. Hívő ember ezzel kell kezdje. Így imádkozunk Istenhez. A legelső, amit teszünk, amikor felmerül egy gond, egy probléma, akármilyen akadály, nehézség, az Úr Jézus Krisztus előtt kiteríteni ezeket a gondokat. Énekeljük is az egyik énekben. Mondd el Uradnak, mondd el Uradnak. Ő a legjobb barát, igazi barát. Nagyon sokszor szégyelhetjük magunkat, hogy amikor felmerül egy-egy gond, egy-egy probléma személyes életünkben, vagy családunkban, vagy gyülekezetben talán mindenre készek vagyunk első lépésként tenni, csak éppen azt nem, amit hívő embernek tenni kellene. Sok esetben első ízben lehet, hogy azonnal kapjuk a telefont, telefonálunk valakinek, vagy hívjuk az orvost, amik önmagában jók és szükségesek is a maguk helyén, de az első hadd legyen a hívő emberek számára, hogy mondjuk el az Úrnak, vigyük az Úrhoz, imában. A gondokat, problémákat, bajokat, ezt teszi itt is ebben a nehézségben Mária, vegyünk tőle példát. Mária jó példája az is, hogy látjuk itt a történetben, hogy átérezi másoknak a gondját és a baját. Nem úgy reagálja le ezt a problémát Mária, mint ahogy lehet legtöbben lereagálták volna, hogy hát kifogyott a bor, elfogyott a bor, én csak egy meghívott vendég vagyok ezen a menyegzőn, az ő bajuk, nem foglalkozok vele. Nem ezt teszi. Átérzi az ifjú párnak ezt a nehézségét, ezt a gondját, felveszi az ő terhüket, és igyekszik megoldani számukra ezt a problémát, ha lehetőségében van, ha birtokában van. Adj Istenünk nekünk is egy ilyen szívet.
Egy ilyen lelkületet. Nagyon sokszor, hogyha őszinték vagyunk, annyira el vagyunk foglalva saját gondjainkkal, saját szükségleteinkkel, hogy nem vesszük észre, hogy mások sokkal nagyobb szükségben vannak. Sokkal nagyobb problémában, gondban vannak, mint mi. De mi önző emberek vagyunk legtöbbször, és el vagyunk foglalva magunkkal. A mi gondunk, a mi problémánk, ezt próbáljuk megoldani. Mária itt nem volt önző. És az Úr adjon nekünk is egy ilyen szívet, egy ilyen szabad szívet, meglátni, megérezni, átvenni mások gondját, mások terhét, és igyekezni meg is oldani, ha lehetőségünkben van, ha erőnktől kitelik. Ezt teszi Mária, és ezzel nagyon jó példát hagy a mi számunkra. Odafordul tehát Mária az ő fiához, az Úr Jézus Krisztushoz, és habár burkoltan, de elhelyez előtte egy kérést, és azt mondja neki, hogy nincs boruk. Nem volt ebben a kérésben semmi rossz szándék, de az Úr Jézus, aki belelát a szívekbe, és nagyon jól látja és érti ott az indulatokat is, és a gondolatokat is, látta azt, hogy itt Mária előtérbe helyezte az Úr Jézus Krisztussal való viszonyát, anyai, szülői kapcsolatát, amikor annak a háttérbe kellett volna maradnia. Ezért odafordulva az Úr Jézus az ő anyjához szeliden, szeretetteljesen egy gyöngéd feddésként mondja azt neki, amit olvasunk az igében, mondta néki Jézus, mi közöm nekem te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. És hogy mennyire szükség volt arra, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt mondja, hogy helyre tegye ezeket a dolgokat Máriával kapcsolatosan, azt maga a történelem bizonyítja. Máriát ugyanis elég tágas körökben olyan magas szintre emelik, hogy közbenjáróként imádják. És mivel az Úr Jézus Krisztus anyja, azt mondják, hát igen, az Isten anyja közben járhat értünk. A Mária imádat, vagy Mária kultusz, ki kell ezt mondani, hogy bálvány imádat, bálvány imádás, és jól tette az Úr Jézus Krisztus, hogy már az elején ezt egyenesbe akarta állítani az elején, nehogy egy ilyen tévedésbe álljanak, essenek az emberek. És mégis megtörtént, a történelem tesz erről bizonyságot. Ezt mondja neki, mi közöm nékem te hozzádó asszony? Mint hogyha azt mondaná ezzel az Úr Jézus az ő anyjának, asszony Mária, ebben a dologban most nekem nem sok közöm van te hozzád. Én nem úgy vagyok itt ma, mint a te csodatevő fiad. Én nem fogok csodákat tenni azért, mert én a te fiad vagyok. Ha én csodákat teszek, én azt úgy teszem, mint az atyának a fia, nem pedig úgy, mint a te fiad. És ezt szerette volna gyöngéden Mária tudomására hozni, hogy mostantól kezdve más valaki fog a fiú fölött rendelkezni. Eddig tartott Máriának a szülői felügyelete. Mostantól kezdve az atya fennhatósága alá kerül a fiú. És hogyha valamilyen csodára kerül a sor, azt nem azért teszi az Úr Jézus Krisztus, mert Máriának a fia, hanem azért, mert az atya irányítja, és az atya parancsolja neki, és utasítja őt. És ezekben a feddő szavakban mi ezt kell lássuk, amikor az Úr Jézus Krisztus helyére rakja ezeket az igazságokat, hogy mostantól kezdve az Atya fennhatóság alatt végez és tesz minden csodát, nem pedig Mária fogja megmondani, hogy mikor mit tegyen az Úr Jézus Krisztus. Ezért hangzanak el tehát az Úr Jézus Krisztus ajkáról ezek a szelíd, de feddő szavak Mária irányában, mi közöm nékem te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. De ahogy Mária lereagálja ezt, a válasz reakciója Máriának megint csodálatos, és példamutató mindannyiunk számára. Azt mondja Mária a szolgáknak mindezek után, valamit mond nektek, megtegyétek. Bármit mond nektek, megtegyétek. És a szolgák ezt az utasítást Máriától csodálkozva hallják, de be is fogadják az ő szívükbe Máriának ezt az utasítását, épp úgy, ahogy Mária is elfogadta, befogadta az Úr Jézus szavait, amit a fiú mondott neki, ezek a szolgák is elfogadják Máriának az utasítását, és itt látszik Mária tettében csodálatosan az igaz hitnek a természete.
Miután az Úr Jézus Krisztus visszautasítja édesanyját, mi maradhatott Máriának, amire támaszkodhatott volna? Semmi. Úgy tűnik, hogy hátat fordít neki az Isten fia, minthogyha idegenné válhatott volna az ő számára. Mint hogyha sötét felhő ereszkedett volna le hirtelen. Hova tudott volna fordulni segítségért Mária? Ott maradt mindenféle támasz és segítség nélkül. Na ezek azok az alkalmak, testvéreim, amikor a hit felülkerekedik a körülményeken, és még így is tud bízni, reménykedni és jót látni a dolgokban. Csodálatos, ahogy Mária lereagálja ezeket a dolgokat. Ez az az időszak, amikor a hit győzedelmeskedik. Ahogy Mária itt viselkedik, példát mutat minden ember számára. Mert amikor az ember ilyen állapotban van, és ilyen körülmények között megy keresztül, mint hogyha Isten is hátat fordítana neki, mint hogyha nemet mondana Isten neki minden kérésre, minden imára, hát hajlamosak vagyunk természetesen elcsüggedni, félrevonulni, magunkba roskadni, sírni, keresni az Urat, imádkozni, keseregni, hajlamosak vagyunk erre. De akármilyen keménynek is tűnnek az Úr Jézus szavai itt, akármilyen elutasítóak, figyeljük meg Máriát, milyen jó példát hagy minden nemzetségnek. Nem úgy könyveli el az Úr Jézus szavait, minthogyha haragot mutatna az Úr Jézus Krisztus. Hanem Mária azt mondja, én ismerem az én fiamat. Ennek ellenére, a kemény beszéd ellenére is, én tudom, hogy az ő szíve jó, tudom, hogy szeret, tudom, hogy kegyelmes, tudom, hogy jóságos. Áldott üzenet ez minden házasság kezdeténél, minden házasságban élő ember számára. Tudta azt Mária, mert hogyha nem tudta volna az ő fiáról ezt az igazságot, akkor ezekre a feddő szavakra biztosak lehetünk benne, hogy félrevonult volna, és elkezdett volna keseregni és sírni Mária. De ő meg volt győződve kellemetesebb, jobb dolgok felől. Mi a tanulság, a tanítása az igének? Tisztelnünk kell Istent, és úgy tekinteni rá, mint jóságos, kegyelmes atyára akkor is, hogyha látszólag az Úr nem így viselkedik. Mert itt az Úr Jézus Krisztus egyféleképpen viselkedik Máriával. Asszony, mi közöm hozzád ebben a dologban? Úgy tűnik, mintha kemény szavak lennének, de Mária nem úgy értelmezi, hogy az Úr Jézus haragszik rá. Nem úgy értelmezi, hogy ez ítélet neki, hanem a szavak mögött még akkor is Mária azt gondolja a szívében, én ismerem az én fiamat, én tudom, hogy ő jóságos, én tudom, hogy ő szeret, én tudom, hogy körülvesz, jó voltával engemet és mindannyiunkat, jót akar még a kemény szavaival is, rábízom, hogy mit akar csinálni. Tegyen velem, tegyen mindannyiunkkal azt, amit akar, úgy, ahogy akarja. Testvérek, ez egy nagyon erős felszabadító igazság. Testvérem, amikor életedben úgy tűnik, hogy Isten hátat fordít neked, vagy úgy tűnik, hogy Isten, az Úr Jézus Krisztus keményen szól, akkor is tudd az ilyen kemény szavak mögött, hogy az az Atya, az az Isten, aki látszólag így szól, talán elbújt előled, talán most nem érzed az ő jelenlétét, vagy a körülmények is ellened szólnak. Tudd, hogy a körülmények fölött, a felhők fölött Isten szeret téged. Jót akar, javadat akarja. Körülvesz kegyelmével és szeretetével. Boldog az az ember, aki ezt megérti, és tudja ezt alkalmazni a hétköznapokban, a gyakorlatban, amikor a körülmények olyan mérgesek, amikor csapnak a hullámok fejünk felett. Még akkor is, ami hitünket, ha munkába tesszük, ki tudjuk mondani, én tudom, hogy mindezek ellenére Isten szeret. Isten jóságos hozzám. Hogyha talán nem is úgy tűnik, keményen szól, de Isten szeret. Legyünk erről meggyőződve, úgy, mint Mária, nagyon jó példát hagyott a mi számunkra. Olyat mond a szolgáknak, amit mi is kívánunk minden ifjú párnak természetesen, amit csak ő mond nektek, megtegyétek. Ezt mondjuk mi is minden ifjú párnak, de minden embernek tanácsos ezt megfogadni. Amit ő mond, vagyis az Úr Jézus Krisztus, amit ő mond nektek, azt megtegyétek. Majd tovább olvassuk az igében. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egyben-egyben 2-3 métrét a fér vala. Hogy mekkora kővedrek lehettek ezek, lefordítva ezt a mértékegységet a mai értékekre, ez olyan 80 litert jelent. Egy-egy ilyen kőveder, és volt belőle 6. Ami azt jelenti, hogy ha színültig tették a szolgák, itt az Úr Jézus Krisztus
körülbelül 500 liter bort hozott létre, ez nem semmi. 500 liter bor ebben a hat kővederben. Az történik tovább, hogy az Úr Jézus Krisztus igaz a segítségükre siet, és a vizet borrá változtatja. A menyegzők megszokott menete, a gyakorlat az volt abban az időben, abban a kultúrában, hogy először a jó bort tették fel az asztalra, hogy miután az elfogy, miután annak vége lesz, utána felteszik a többit, azt, ami megmaradt. Tudnunk kell azt is, hogy az a bor, hadd szóljunk erről is röviden, mert itt erről is szólni kell, hogy az a bor, amit az Úr Jézus Krisztus előállított ezen a menyegzőn, az nem ugyanaz a bor, amit az üzleteinkben lehet vásárolni vagy kapni. Nagy mértékben az a bor, amit az Úr Jézus akkor ott előállított, az a szőlőnek a leve volt. Ezért nem lehet és nem szabad ezt az igét arra használni, hogy alátámaszol mindenféle alkoholfogyasztás napjainkban. Vannak ilyen emberek, és a testies, éretlen emberek természetesen ezt az igét is félre, és ki akarják magyarázni, csak azért, hogy feljogosítsák magukat mindenféle kívánságaik, vagy szomjúságuk kielégítésére. Nem lehet ezt az igét erre használni. Egyszer azért, mert nem olyan bor volt, mint amilyen bort ma lehet kapni, vagy ma lehet inni, aminek az alkohol tartalma egészen más, mint annak a bornak, amit akkor az Úr Jézus Krisztus előállított. Hogy nagyon jó bor volt, azt is tudjuk az igéből, mert a vendégek ezt mondják a násznagynak, és úgy jön majd a hír vissza az Úr Jézus Krisztushoz. Biztosak lehetünk abban is, hogyha az Úr Jézus Krisztus ma vinne véghez egy ilyen csodát, egy-egy menyegzőn, akkor biztosak lehetünk abban is, hogy nem olyan mérgező, alkoholos italt hozott volna létre, ami százezreket taszít a pusztulásba és a romlásba manapság. Nem olyan alkoholos italt hozott volna létre. Én mondom a testvéreknek, ami amúgy is ismert, hogy én nem fogyasztok semmilyen alkoholos italt, és erősen javasoljuk és tanácsoljuk mindenkinek, hogy tartózkodjon minden alkoholos ital fogyasztásától, lelki szolgálattevőktől, ige szolgálattevőktől, ezt el is várjuk, hogy ez így legyen minden esetben. De ebben a dologban minden ember, minden hív ember saját lelkiismerete szerint legyen meggyőződve. Milyen meggyőződése van a szívünkben. Igaz, mert az igében lehet azt hallani mindig, ahogy érvelnek az emberek, hogy se nem támogatja, se nem tiltja, se nem húzza alá az alkoholfogyasztást a Biblia. De hogyha testvérem valaki, bárki a legkisebb formában is megbotránkozik abban, hogy te fogyasztasz valamikor is egy kicsi alkoholt, jobb nem inni semmit. Így legalább tudom magamról, hogy soha nem leszek részeg. Nagyon egyszerű. És lehetne még nagyon sok érvelést mondani ilyen tekintetben. Egy testvértől kérdezték egyszer a borhoz való hozzáállását, és az ő bizonyságtevésében azt mondta, hogy hát én nagyon tudok azonosulni itt a kánai menyegzőben az Úr Jézus csodájával, mert a mi családunkban, mondta ez a testvér, az illető, a mi családunkban az Úr Jézus a bort bútorokká változtatta. Hát hogy? Kérdezték. Hát úgy, hogy én egy alkoholista voltam, és minden keresett pénzemet elköltöttem alkoholra, borra. Egészen odáig jutottunk, hogy az egész családunk tönkrement, és már odáig vezetett engem ez a szenvedély, hogy kezdtem eladni a dolgokat a lakásból, a házból. És mindent eladtam, nem maradt semmi. De az Úr könyörült rajtam, megtértem, felszabadított, megszabadított az alkohol rabságától, a bortól, és lett pénzem, és újra be tudtam bútorozni a lakást, és megint van szeretet a családban, megint van egység, megint van békesség a családban, az Úr Jézus Krisztus miatt. Nálunk a bort bútorokká változtatta az Úr Jézus Krisztus. Egy ilyen csodát vitt véghez az Úr. És ma is tud ilyen csodákat véghez vinni az Úr. Az Úr Jézus ezt a csodát a legnagyobb, ahogy hallottuk délelőtt, egyszerűségben és csendben viszi véghez, nem hivatja oda a nép vezéreit, vallásos vezetőket, még csak a násznagyot sem. Elmegy egy szerény menyegzőbe, és ott csendben megmutatja dicsőségét elsőképpen, mindenféle felhajtás nélkül. Láttuk azt is délelőtt, hogy hasonlóképpen kell mi is szolgáljunk,
Nem kell nagy dobra verni, nem kell nagy reklámot tenni neki. Ha szolgálni akarunk, akkor mi is csendben végezzük azt, amit az Úr egyen-egyenként ránk bízott. A vendégek igaz mind megkóstolták ezt a finom bort a menyegzőn, de észre kell még venni itt a vége felé azt, hogy a tanítványok sokkal jobbat kaptak, mint ez a finom bor, amit az Úr Jézus a vízből előállított. Mert azt olvassuk itt az igében, hogy és hívének benne az ő tanítványai. Az egyik csodálatos eredménye ennek a csodának az volt, hogy a tanítványoknak a hite megerősödött. Úgy, mint ahogy a hitetlenség több hitetlenséget szül, úgy a hit is több hitet szül. A hit megerősödése tehát többet ér a világ legbőségesebb lakomájánál. Ha nekünk választanunk kellett volna, vagy lehetett volna kettő közül, melyiket választottunk volna? Hogy erősödjön a hitünk, vagy hogy ígyünk abból a jó borból. És mind a kettőt az Úr Jézus hozta létre. De ha választanunk kellene, melyiket választottuk volna? Itt a tanítványok jártak a legjobban, és kell látni az igében, hogy itt csúcsosodik ki ez a csoda. Még az is lehet, hogy ez volt az Úr Jézusnak a célja, hogy az a maroknyi tanítvány, aki elkezdett vele járni, megerősödjenek hitben, hittek benne az ő tanítványai. Na ezért volt ez az egész csoda. És testvéreim, boldog az az ember, akinek hite erősödik. Ami azt jelenti, testvéreim, hogy a hitünknek az erősödése többet ér, mint akármilyen lakoma, akármilyen finom bor, étel vagy ital. A vendégek ott ettek és ittak, jól laktak, de a tanítványok, figyeljük meg, meglátták az Úr Jézus Krisztusban Istennek a dicsőségét. Megerősödött az ő hitük. Jobban jártak, mint az összes vendégek együttvéve, ez a maroknyi ember, a tanítványok. És az Úr erősítse meg a mi hitünket is. És testvérem, jól jársz, jól járunk mindannyian, és az Úr adjon kegyelmet nekünk mindenféle lakománál, mindenféle földi bőségnél nagyobb értéknek tartani azt, amikor Isten a te hitedet meg az enyémet erősíti. Mert az erős hit a győzedelmes életnek a kulcsa. Az Úr segítsen meg mindannyiunkat ehhez, hogy ebben, hogy erősítse a mi hitünket a hétköznapokban is. Amen.